A 2019-ben alakult közművelődésben dolgozó szakmai szervezet célja, hogy segítse a szakmai utánpótlás biztosítását, a tapasztalat átadást, a fiatalok megszólítását. Ennek érdekében szakmai programokat hív életre, tevékenységét Kárpát-medencei szinten végzi. Az Egyesület 2022-ben harmadik alkalommal tette közzé pályázati felhívását, amelyre 29 pályamunka érkezett. 26 új látópont nyerte el az elismerő címet, így jelenleg összesen 74 szervezet alkotja az egyre bővülő látópont hálózatot, közülük 5 határon túli. Jó gyakorlatai között szerepelnek a fiatalokat megszólító digitális módszerek, a helyi közösség összetartozását erősítő ötletek, a népi hagyományok értékek felelevenítésére, tovább éltetésére szolgáló kezdeményezések. A Martfűn megrendezett Látópont konferenciára az ország szinte minden vármegyéjéből érkeztek polgármesterek, intézményvezetők, közművelődési szakemberek, civil szervezetek képviselői. A nap során az ünnepélyes címátadást követően a konferencia résztvevői előadásokat hallgathattak és műhelymunkában vehettek részt, megismerve a korábbi látópontok képviselőinek tapasztalatait. A Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület a szakmai utánpótlást, a fiatalok megszólítását tűzte ki célul, mondta el köszöntőjében dr. Balogné Uracs Marianna, a szervező egyesület elnöke, a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém vármegyei igazgatóságának vezetője. Jó munkát, jó ismerkedést kívánva a rendezvény résztvevőinek. De 2019-ben alakult meg a mi egyesületünk, a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület. Akkor jó páran alapítók úgy gondoltuk, hogy a közművelődésben szükség van egy olyan civil szervezetre, ami a maga rugalmasságával és lehetőségeivel segít abban, hogy ebben a szakmában is az utánpótlást biztosítani tudjuk. Ugye mi, akik már régebb óta dolgozunk a szakmában, tudjuk jól, hogy a fiatalok nélkül nincs jövő. Egész máshogy látják a közösségeket, a rendezvényeket, egész máshogy élik meg a mindennapjaikat, és ahhoz, hogy a szakmában meg tudjuk szólítani a fiatalokat, ahhoz szükségünk van fiatal szakemberekre. A Látópont konferencián Jantyik Zsolt, az Egyesület társelnöke, egyik alapító tagja, saját a Jövő itt van című szerzeményét is hallhattuk Holló János közreműködésével. Az ünnepélyes díjátadás során dr. Balogné Uracs Marianna adta át a látópont címeket az arra érdemes közösségeknek, szervezeteknek. Jász Nagykun Szolnok vármegyében 2023-ban a Tiszafüredi Kovács Pál Művelődési Központ, Karcagváros önkormányzata, valamint a Törökszentmiklósi Ipoly Arnold Művelődési Központ, könyvtár és Butyka Béla hely történeti gyűjtemény érdemelte ki az elismerést. Dr. Papantal polgármester Martfűváros település történeti mérföldköveit, gazdasági fejlődését és természeti értékeit összegezte a rendezvényen résztvevőknek. Nagyon nagy öröm ez számunkra, hogy ilyenre sokan eljöttek, elfogadták a meghívást, és ezen a csodálatos rendezvényen, melyen mi is részesei voltunk annak idején, részt tudnak venni. Nem akarok nagyon hosszan beszélni, hisz még én kapok szót, és akkor majd hosszasan fogom ecsetelni a várost és ennek a művelődési háznak a helyzetét is, de tényleg nagyon örülök, és ha lehet tenniük, vagy lesz rá idejük egy pár perc alkalmuk, azért nézzenek szét a városunkba is. Szerintem egy szépen fejlődő kisváros, amelyet érdemes megnézni, és emlékeikbe majd eltenni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak, és jó szórakozást kívánok a mai rendezvényhez. A Látópont hálózat egyre nagyobb köröket vet, egyre több a feladat. Látópont munkacsoport működik az egyesületen belül, amelynek társelnöke a martfűi Fróna Kata. A Magyar Népművelők Egyesülete felügyelőbizottságának tagja, a Szolnoki Abanovák Algóra Kulturális Központ közművelődési módszertani tanácsadója, a találkozó gördülékeny lebonyolításának is a lelke volt. Ezúttal a Látópont projekt eredményei mutatta be. A kulturális szakember beszámolt az elmúlt időszak minta látó útjairól. Az Egyesület honlapján minden látópont címet elért jó gyakorlat megismerhető, mint ahogyan az a szakmai adatbázis is, amelyen az innovatív közösségi eredményezések is elérhetőek. Jantyik Zsolt, a Látópont munkacsoport társelnöke, a Hajdú-Bihar vármegyei értéktárbizottság elnöke szintén a látópontok és a látóutak kialakulásáról beszélt.